valami történt. Iszunk még egy kort kávét, de azt hiszem, hogy szükségem lesz még egyre. Ez nem jó, itt kell még egy restart, mert ugye erről az oldalról indultunk az előbb is. DJ Crash érkezik. Nincs nekünk egy DJ Crash-ünk. Hová érkezik Crash? A lengyeleknek is lenne egy DJ Crash-ük? Na, mindjárt kiderül. Jön még egy restart, ha minden igaz. Na nézzük azt akkor, azt mondja, hogy... A szereposztás, most mi vagyunk az USA oldalon. Lehet, hogy a végén mégiscsak ki kell vágnom ezt a kis közjátékot. Live, kérem szépen, elindul a második kör. Pillanatokon belül az első kört 25 tikettel nyertük. Nem tudom, hogy ez a DJ Crash, ez hova jött, de egyelőre nem látom. Na nézzük. Felül nézetből a lengyelek droppolnak Aladárra és Cecilre. Két repülővel így is van. Meg is történt a droppolás, már is húzzák a pontokat. Mi pedig nem droppoltunk. Nagyon jó lenne eldroppolni. Pályán kívülre droppolt a kolléga. Úgy van, Vazó érkezett, rá kellene születni. Varmongeréknak nagyon gyorsan kéne rájuk születni. Így van, már is születtek rá. Bejét kiszúrták, kiszúrták sajnos. Már tudják, hogy itt vannak. Marcell, vigyázz nagyon. Újabb spawnolás, nagyon jó. Egyelőre az első pillanatban 3 pontja volt a lengyel csapatnak. Stilmeier leesett. Stilmeier. Tehun bebagolt egy pillanatra. A lengyelek nagyon erősen megtámadták.
Daniék erőt gyűjtenek, és helyet cserélnek. Így van, mert az egyiküknek ugye LCM smoke volt, másiknak pedig ugye a poroltó volt berakva, ezért helyet cseréltek gyorsan. Ismét fogták őket. Nem tudjuk, hogy mi. Érkezik a lengyel jet. Droppolt és neki esett a falnak. Hát ennek örülhetünk egy pillanatra. Egy picivel, egy picivel vezetünk, de hát villognak a pontok, kérem szépen. Nézzük meg Warmongeréket, mit csinálnak. Warmonger elment dolgát végezni. Reméljük, hogy sikerül behúzni ezt a pontot. Mert ugye ez az egyik legnehezebb pont, hiszen a bázishoz a legközelebb eső pont. Lala. Lala megérkezett DNS pontra. Keresi az enemit. Meglátjuk, hogy kiveszi észre előbb a másikat. Észrevette. De most már felfedted a pozíciódat. Ott a másik. Hát 3 pontja van a lengyel csapatnak, 2 pontja van a magyar csapatnak. Egy picit agresszivitást kellene belevinni a dologba. Klusiék itt vannak, most kezdik el húzni a pontot. Klusi lelén egy pontot. Csak hát rá is spawnoltak, úgyhogy a másik kollégának pedig a másik oldalt kellene védenie. Megvan a 3 pontunk egy pillanatra, ez az. Egálba vagyunk, egálba vagyunk. Megint 1-2 tikettel elhúzzuk. Húzzuk DNS pontot is. Illetve hát a DNS pontot azt a lengyelek húzták be. Ellegó C4-ezget. Majd most megérkezik a pontra. Legót leszették. Lalát is leszették. Megérkezik a tankunk Petikkel és Atix-szal. De hát még mindig többségében vannak a lengyelek. Jó lenne ezt a Bélát behúzni, fiúk. Akkor egy picit nyugodtabban nézhetnénk. DJ Crash. Látszik, mindig kell, hogy legyen valaki. Ezt már megszokhattuk több egyszer, hogy mindig kell valaki legyen, akinek egy picit gyengébb az, ahogy szerkezete. Mint ahogy most Crashnek is. Nem is értem, hogy mit keres itt ez az ember. Megvan a 3 pontunk egyelőre.
Nézzük meg Petike, hogyan oldja meg ezt a problémát itt a ladárponton, de már rá is születtek. Jó lenne ezt az aladárt visszahúzni nagyon gyorsan. Nagyon nagy szükségünk lenne erre a pontra, de már rászülettek. Kellene egy kis segítség itt a hátsó ponton, három pontja van. Három pontja van a lengyel csapatnak. Itt van, itt van, itt van, itt van. Megvan. Itt még lesz valahol valaki, lehet, hogy kellett volna egyet tárazni. Jól van, rászülettek, úgyhogy húzzák a pontot. Haladárt és Dénes pontot. Szép volt. Gyerünk be a pontra, gyerekek, mert még mindig van valaki. Lehet, hogy a tetőn lesznek. Vagy a buszban, nem? Ott van, ott van. Az egy bug lesz. Érdekes volt. Érdekes volt. Itt szalad. Áááá! Nem túl meggyőző a fölényünk. Már ha ezt fölénynek lehet nevezni. Vazzó a tetőre droppolt. Itt van. Itt le kellene ugrani a húzózónába. Nem kéne itt fönt kempelni, fiúk. Nagyon gyorsan le kéne ugrani a húzózónába. Mert ugyan itt nem húzzátok a pontot. Jön a helikopter, le fog írtani benneteket, gyerekek, menjünk le a húzózónába. Daniék lent vannak alul, talán sikerül nekik. Dani is megcsípte a tank hátulját. Ismét. Sőt, a kis heli és leírtotta őket. Snapsley érkezik. Meglátjuk, hogy mit csinál. Úgy van, egy, kettő. Áh! Snapsley belecuppant. Nem túl meggyőző egyelőre. Fölényünk, minden pont villog, Steelmeyer ugye már megérkezett. Szép volt. Megérkezett a másik helikopterünk is. Nagyon jó. Au! Oda cuppant az helikopter. Három pontunk van. Nézzük meg, hogy elemér ponton mi történik. Szép volt Warmonger. Vigyázz azzal a égetővel. Nem biztos, hogy kellett volna. Ugye a srác néző szempontjából látjuk, hogy nézzük meg, hogy Steelmeyer hogy reagál erre a támadásra. Igen, rájavított egyet. Elmenekül a bázisra, ami nem rossz taktika. Tekintve, hogy alig vezetünk. Szívik meg, ha a Kádár Kolbász leírtott egy ember. Au!
Na de kérem, ez melyik pont? Azt nem tudom, hogy ez melyik pont. Ez egyik sem. Ez a Cecil pontot próbálják támadni. Showtimer, meglátjuk, mit csinál a denemi tankkal. Igen, jó lenne onnan kijönni a szobából és egy RPG-vel megkínálni ezt a tankot. Javítják a lengyel tankot, kérem szépen. A Showtimerrel is pusztult. Steve-o droppolt, azaz. Cuppanjunk be a pontra, minél előbb fedezék be a helikoptertől, így van, nagyon jó. Rá kéne, hogy spawnoljanak. Igen, vezet a lengyel csapat, gyerekek. Helikopterünktől egy picit több agresszivitást várnánk mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy egy picit több agresszivitás kellene. Steelmeyer barátunk hol van? Nem tudom. Nézzük meg Vazót, hogy mit fog csinálni. Beszpontolnák neki az enemy helikoptert, akkor lehet, hogy... Jó, három pontunk van ismételten. Kezdjük visszavenni a lengyelek előnyét, de hát mindenféleképpen ez sokkal szorosabb, mint az előző mérkőzés, az előző kör. Ugye itt már 100 tiket környékén vezettünk, így van, Aladárt és Elemért el is kezdték cibálni. Érkezik az egyik tankunk. Petikével. De nincsen lövésze neki, ami öreg hiba. Na megvan, a Trix megérkezett. Ops, hátulról érkezett egy RPG. Ott van az ember. Három pontunk van. Egy pillanatra csendben maradtam. Lehet, hogy nem is olyan nagy baj. Igen, azt az anti-aircraftot, na ez az, gyönyörű szép volt. Gyönyörű szép volt. Na most előrébb merészkedtek a fiúk. Már pontot is, így van, a Cecilt be kéne húzni. Közben már cibálják a lengyelek az elemért. Száll fel az Atakeli, kéne egy tévé neki. A bézrép nem tilos, úgyhogy nagyon gyorsan. Daniekat beszpotolták. Nagyon szoros a mérkőzés. Mumpiusus van. Igaz. Épp egy szép lövést láthattuk Mumpiusustól. Au. Au. Őt is lelőtték. Sajnos ez nem jött össze. Meg lesz ez a Béla, szerintem pillanatokon belül. Ugye a helikopter le fogja írtani a kis csapatot onnan. Dani nem merte bevállalni a két épület közötti átszlalomozást. Van ott még enemi szerintem.
van. Még itt van egy darab lengyel barát. Elhúgy. Ha így meg lesz a Béla pont. Stilmeyernek a szép mutatványát láthattuk. Hát akkor nézzünk el Elemér pontra. Kapta Lalát. A lengyelek megint fel vannak a tetőn, tehát ez nagyon nagy divat nekik ez a tető, ezt nagyon szeretik itt, már is ugranak le, droppolnak a tetőre, de ugye az nem húzó zóna. Úgyhogy itt el lehetnek maguknak, amíg a miénk a három pont. Ticket különbség sokkal szorosabb, mint az előző mérkőzés. Nézzünk egy pillantást a pingekre, nézzünk egy pillantást a killekre. Petke, Atix, Kádár Kolbász, Ice Cube, Pompjucus, Lala, Showtimer, Titán, aki kiemelkedő killekkel bír. Naniék lekapták a tetőről, igen. De nem itt, ott van alattatok még egy. Illetve az a miénk, jó van. Hát a Cecil meg lesz, akkor van 4 pontunk. És az igen jó lenne. Emelt fel egy pillanatra, ott van, szép volt, kérem szépen. Gyönyörű, szép volt. Ice Cube átül, ez az. Danit kikapták, 4 pontunk van, kérem szépen. Úgy látszik a feszültséget, sőt, tovább megyek. Dénes pontot is kezdik húzni a fiú. Elemért pedig a... Áú! Kérem szépen, megérkezett egy ember Kádár Kolbász mögé. Aki szép módszeresen leírt mindenkit, de most megölték. Igen, ez nem medik. Észhún nem medik. Nem viszik az Elemért. Jó lenne még azt az Elemért behúzni, fiú. Petike visszatulatgat. Mindenek már honnan keverednek már megint elő. Hát ez hihetetlen. Már megy is Haladár pontra a lengyel. Ellegó hátul maradt. Észreveszi viszont majd, hogy érkezik egy lengyel srác. Már észre is vette. De már is ketten vannak. Mellette van, ott van, ott van. Hoci, meg volt. Egy meg volt. Repülőzik Lala. Na nézzük a mutatványák. Mit fog ebből kihozni? Egyelőre semmit. Ügyesen kerül a pályán kívülről. Beszpotolta a helit. Látja a helit? Látja a helit? Ramold le. Jobb lett volna, mert akkor megvan a helikopter fölényünk, így viszont Lala nem halt meg, viszont van az eneminek is helikoptere. Sőt, az eneminek van a helikoptere.
Neumeier kiszúrta őket. Ez az gyönyörű szépen hátulról. Kikerült a tévét, Steel. De elég lesz neki a másik kis helikopter. Szép is volt, viszont jön az Attack Heli. Egy pillanatra 5 pontunk volt, kérem szépen. Na, kezdek megnyugodni. A kép állása szerint ott tartunk, hogy közel 200 tikettel hozzuk ezt a kört. És szinte mind az 5 pont a miénk. Nézzük meg, hogy a lengyelek hogy állnak. Fent van mindenki, kérem szépen. Emberünk kapott egy critical damage-et. Viszont a mi helikopterünk hol is van? Dani érkezik a helikopterért. Még nincs meg helikopter, Dani várja a helikoptert türelmetlenül. Lala közben nem hagyja élni az enemy helikoptert. Próbálja minél többször kóstolgatni. Hát Lala elrobbant, az enemy helikopter viszont életben van. 45 életerővel, nem is baj az ő, hogyha nem jön nagyon előre, megvan a helikopterünk. Megy a tévérakéta, annak be kéne találnia, úgy is van. Úgy is van, szép tévérakéta volt. Most viszont azt a kis helit le kéne vadászni onnan. Ajajaj, javítója van. Szép mozdulat volt. Csak kiszedték őket. Kérem szépen, 230 tikettel nyertük a második kört is. Összességében 255 tikettel hoztuk a Dawnbreakert. Ez a második kör, ez nagyon szép volt. Láthatjuk a killeket, scoreboardokat. Húzzuk lejjebb is, hogy a többiekét is lássuk. Szép volt, fiúk, ehhez csak gratulálni tudok. Ez gyönyörű szép volt, ez a második kör. Lehet, hogy kicsit kevesebbet is közvetítettem, és többször is leragadtam egy-egy ponton. De hát 48 játékost kellene szemmel követni. Természetesen, hogy a csapat felé, a magyar csapat felé húz az ember szíve. Ezért minket, tehát a mi csapatunkat mutatom többször.